Sziasztok srácok, én Sasszem kapitány vagyok, ma azt fogjuk megnézni, kinek a legjobb a szeme. Különböző feladványokat kell majd megoldanunk, meg kell keresni a hiányzó karaktert, meg kell keresni a kakukktojást, érteni is fogjátok, hogy elkezdjük, úgy ugorjunk is bele. Azért azt még elmondom, persze, ez is egy interaktív játék lesz, írjátok, hogy nektek mennyi sikerült, nekem mennyi sikerült, ki lesz majd jobb a végére, kiderül, ki lesz esetleg gyorsabb. Hogyha lássuk is a feladványokat, meg kell keresni a P betűt, én azonnal megtaláltam, konkrétan még 5 másodpercünk van, rögtön megtaláltam, csak mondom amúgy, hogy nyugodtan meg is állíthatjátok, akár hogyha nektek több időre van szükségetek, lehet, hogy telefonon amúgy nehezebb, mert kisebb a kijelző, nézzétek meg akár gépről is, nézzétek meg akár tévéről is, különböző eszközökről. Én elmondom, hogy megtaláltam a harmadik sorban, balról a negyedik karakter volt a P. Van amúgy több is, vajon? Kíváncsi lennék, hogy van-e benne több is, de úgy látom nem. Eltaláltam azonnal, úgyhogy most nagyon koncentrálni fogok, ezt akarom megtartani, ezt az ügyességet. A W-t, 6 másodperc még? Hát ez nem biztos, hogy mondjuk menni fog most nekem. Ott van, megvan! Utolsó előtti sornak a közepétől kicsit balra. Így van gyerekek, nektek eddig hogy megy amúgy, ti is eltaláljátok, vagy csak nekem megy ez ennyire szerencsésen? Az N betűt kell megtalálni ebben a sok M kavalkádban. Annyira rossz amúgy, hogy a végén már itt kezdek beleszédülni. Kb. Középtájon lesz szerintem, mert ott még... Ja, már le is telt az idő? Hát hogy legyek ennyire gyors, mindjárt belassítom a videót. Az Y-t az X-ek között, erre van egy jó taktikám, az alját kell csak nézni. És ott van, megvan, második sornak a jobb oldalához közeledve. Ez egy könnyebb feladvány volt szerintem, mint a többi, de amúgy nagyon-nagyon nehéz volt így is. Ez kb. Az ötödik feladat, B betűt keresünk. Megint az alját kell nézni, ez most megvan. Ez könnyebb volt, mint az első pár feladvány. Alulról a harmadik sor, balról a harmadik. Úgyhogy oké, itt nincsen idő megállni, itt nagyon pörögni kell, C betűt keresünk. Megvan, hagyok nektek is időt, némelyik amúgy tökre gyorsan jön, némelyik meg lassabban, alulról a második sor, középtől kicsit balra, ennyi. Tehát van még kérdés, szerintetek nem én vagyok a Sasszem kapitány, a sima V betűt keressük most a dupla V-k között. És egy kicsit el is van tolva némelyik sor, ja nem, tudom, hogy aha, második sorban van, azért volt eltolva az a sor, ugye mert az rövidebb volt, ez volt benne a trükk, így lehetett gyorsan megtalálni, és akkor ebből szerintem kiderült az, hogy az összeset megtaláltam, kimaxoltam az összeset ezekből. Na, melyik számot látod? Ez a következő kérdésünk. 467. És amúgy a múltkor volt egy túlélő tesztben is hasonló feladat, ott azt hiszem, hogy telefonon könnyebb volt ezt megoldani, úgyhogy esetleg nézzétek meg ezt inkább számítógépről, hogyha nem akarják túlságosan könnyűvé tenni a feladványt. Megvan itt is a szám. Igen, mert ott, hogyha jobban összenyomódik, 56 egyébként, csak nehogy azt higgyétek, hogy csalok, hogyha jobban összenyomódik, akkor én is észrevettem, hogy ott sokkal könnyebben kiolvasható, úgyhogy ha igazán nagyon-nagyon hardcore nehézséget akartok, akkor tegyétek be a videót tévére. Higgyetek nekem, sokkal nehezebb lesz úgy. Nem tudom, amúgy szintévesztő, én sosem voltam, és úgy látszik, hogy ez is jól megy, mert 231-et kiolvasok belőle. Az lenne már csak viccesebb, hogyha így elbízom magam, mondom, hogy nekem ez könnyű, azt amúgy tök másik számot mondanék. Easy, gyerekek, easy peasy, egy pillanat alatt megvolt, még egy másodperc sem kellett hozzá, hogy 25-öt lássak ebbe bele, és kiírnám mondjuk, hogy 103. Eddig amúgy hibátlan? Írjátok, ugye ti is, remélem, hogy nektek mennyit sikerült, vagy legalábbis jegyezzétek akkor fejben, hogy hol tartotok, mert tényleg a végén látnunk kell, 708-as, hogy kinek sikerült jobban, eddig teljesen hibátlanba vagyok. Már ez a második fajta feladvány, a színek között is megtalálom, betűk között is, mindenhol megtalálom. Keresd meg itt a hibás szót. Hát azonnal megtaláltam ezt is. Gyerekek, mi van velem? Mennyire jó vagyok? Harmadik sor alulról és második karakter. Igen, úgy is van. És akkor itt is csak simán... Hát azonnal megtaláltam, de miért vagyok ennyire zseni ebbe? Alulról a második, jobbról a harmadik. Hát... Lehet, hogy most megtaláltam a szuper képességemet? Can you find the mistake? Ja, hogy valószínűleg az egyik betű nem oda való a négyesbe, ahol... Á, nem volt elég időm erre most az E betű az F-ek között, most egyet tényleg hibáztam, most belassultam. Itt most viszont rögtön megtaláltam. Alulról a harmadik sor, jobbról a hatodik karakter kb. Úgyhogy lehet, hogy nekem ezzel kéne foglalkoznom, lehetnék inkább látó, vagy szemész, vagy valami a kettő között. Mert hogy ez nekem nagyon-nagyon jól megy, kivéve amikor a betűk közül kell kitalálni azt, hogy melyik nem odavaló, most meg az X. Ja, mert abból 3 volt a 4 helyett, azt hittem, hogy hibás karaktert. Ez is megvan. Gyerekek, mi van? Írjátok meg, légy, hogy ennyire könnyű vagy nehéz, mert második sor második. Most vagy szuper képességem van, vagy ez mindenkinek ennyire gyorsan megy. Inkább ábrándítsatok ki, mert megint megláttam azonnal. De azért meghagyom nektek is itt, hogy tudjátok nézni, hát ha valakinek több idő kell, vagy ilyesmi. A Q betűk között... Húha! Ezt most nem fogom kitalálni, mert letelik az idő.
Ezt vagy amúgy azonnal észreveszed, vagy esélyed nincsen szerintem, itt nincsen más lehetőség. Melyik ez a betű? Ennyiből meg kell... Ja, és akkor vannak lehetőségek. Hát ez elnézve így a dolgot, ez egy K betű lesz, mert az lehet csak a bal szára, az a függőleges, ott ugye a sárga. És... Ja nem, azt kell nézni az egészet, akkor ez a G betű volt. Jó, eddig ez a harmadik hibám kávé, tehát akkor az egészet elnézve, ez lehet akár R is, de akár B is. Ez hogy mondod meg a kettők? De amúgy a P is lehet. Hát mondjuk azt, hogy R, de ezt hogy mondod meg amúgy ennyiből? Hát a P, természetesen a P. Jó, ebben most úgy látom, hogy többet is hibáztam már, ez nem fog annyira menni. Y, hát ebben is kell többet megmutatni. Itt bezzeg adnak 7 másodpercet gondolkodni, mi? Amikor viszont nagy szükség lenne az időre, akkor rögtön már nem adnak annyit. Y. Ebbe teljesen biztos, hogy felteszem a házamat is erre, hogy ez az Y. Így van. Ez egy Q betű lesz, egy nagy Q betű. Erre is feltennék bármit. Amúgy közel, ha már itt van egy csomó időnk, csak megkérdezném, hogy tetszik nektek itt a háttérben a dekor? Az az őszi fa levélsor? Lehet nem is látszik annyira, mert most éppen zölddel világítom be és nem sárgával, de tudjátok, mindig kicsit aktualizálni kell. Feldobtam az őszi kollekciót, remélem ez a videó is még össze kikerül. Télen meg majd valami hógolyókat teszek oda. Írjátok már meg amúgy, ezt szoktátok így nézni, nektek így feltűnik, amikor újítok valamit a háttéren, mert ez, erre így mindig is kíváncsi voltam, hogy így szerintetek jók-e a hátterek. Ez egy J betű. Ez egy J betű. Közben azért arra is figyelek, gyerekek. Level 1000-es multitaskingba vagyunk. Na, újabb feladvány típus fog következni a zenéből, legalábbis arra következtetek. Találd meg a hibát és a mistake, az elírás, a mit szék rögtön ott a kérdésben állva már írva. Ez nagyon jó volt, ez eddig tetszik. Következőnek, itt most nincsen a mistake elírva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valami a számsorban nem stimmel? Micsoda? Most meg a dö volt odaírva kétszer? Ó, hát ezt nem hiszem, mert fölöslegesen néztem a számokat, addig el se kellett volna jutni. Sheritz, when you find the mistake. Aha, jó, itt most megtaláltam. A kettesben a dupla V az kettő darab sima V, csak egymás mellé tolva. Tök random amúgy, hogy mikor találom el és mikor nem. Ez tényleg csak ilyen ránézelés, vagy azonnal jön, vagy nem. Mistake egy, kettő. Megint valamit nem veszek észre, mert ez hibátlan. Meg volt fordítva a 8-as, ez ki csinálta? Ki forgatta meg a 8-as? Hát szegénynek a fejébe száll a vér. Na jó, újabb feladványforma jön, megint ugye a zenéből hallatszik, hogy valami lesz. Keresd meg azt, amelyik nem illik oda. Először arra gondoltam, hogy amelyik nem mozog, az nem illik oda, de szerintem mindegyik mozog. Vagyis hát nem, hogy több is valami nem mozog pontosabban. Ez egy croissant volt, öregem. Jó, oké, akkor itt az volt, amire én gondoltam, mert amúgy több is nem mozgott, és több is mozgott, szóval egyik sem volt nyilvánvaló. Keresd meg itt is a különlegeset. Ó, itt most viszont megtaláltam végre egy megoldást, amit rögtön rá tudok vágni, megint már kezdtem kiesni amúgy ebből a winning streakből. Ott lesz a harmadik sor alulról, a harmadik jobbról, az amiféle hőlégballon a sok medúza között? Ezek medúzák lehetnek. Űrlégy medúzák leginkább, ahogyan elnézem a színüket. Aha, hát... hagyok időt nektek gondolkodni, hogyha esetleg valaki még nem vette észre. Ész nyilvánvaló volt, hogy hogyan keveredett egy faágra fel egy zöld csiga. Bár amúgy a színe az nem éppen mérvadó, mert ilyen rikító lila madarakat sem nagyon lát azért az ember. Itt mi nem illik a képre? Hát például először a perecet akartam mondani, de abból is van több is. Lime-ból is van több, kexből is, mi az, amiből csak a kávé? Ja, én azt már az elején észrevettem, azt hittem abból is több van. Oké, ezt most meg akarom oldani. Mindenből van több, amit eddig láttam. Ott egy gomb! Ott van egy gomb! Jobb oldalt, második alulról a negyedik. Jó, oké, jó a megoldás, mert amúgy már vagy ötöt is elrontottam. Szerintem már tök simán lehet közületek több olyan ember is, aki jobban teljesített, mint én, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek eddig hogy megy. Most nagyon igyekszem visszahozni a lemaradásomat. Hát a levelek között megvan, ezt most nem fogom eltéveszteni. Ott van egy teknős a levelek között, aminek mondjuk levélformája van, szóval tökre amúgy elhinném, hogy ez is egy levél. Mennyi T betűt látsz? Hát ezt most meg kell számoljam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 vagy, az 8? 7 vagy 8? 1,
kettő, három, négy, és amúgy van egy a címben is, csak előre szólok, tehát ez volt eddig 4, 5, 6, 7, és a 8. pedig a címben. Ja, de ott van még egy, az 8. Hát ha végülis a 8-at akkor eltaláltam, de a címben amúgy lenne egy 9., hogy how many 10, ugye? Hát most mennyi 5-öst találsz meg? Nézzük sorba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hát minden sorban csak egy darab van szerintem, úgyhogy 6 darab 5-ös plusz 1 ugye ott a kérdésben. Random bele a közepébe? Minden sorból csak egyet így kivesz, miért nem sorba ment lefelé, mert amúgy az összesben van egy. És ott van a 3. sorban is. Így van, ez 6 darab. Eltaláltam, nem kérdés. Mennyi F betűt látsz? F betűkkel mindig a baj van. 3, 4, 5. Hű, én azt hiszem 5-öt találtam, de az egyiket lehet, hogy kétszer számoltam. 4, ott az 5. Jó, akkor jó, 5-össel, akkor úgy látszik, jó volt, ha nem számoltam kétszer semmit. Mennyi 7-est látsz? Gyerekek, megint, minden sorba raknak egyet? Ez így nem túl nagy kihívás, ha meg kell számolni hány sor van, 2, 4, 6, azt kész, meg is van a feladat. 6 darab 7-es van. Itt a megoldás, be lehet karikázol, mintha csak totóztunk volna. Melyik a leggyorsabb csap? Ó, hogy melyiken megy végig a víz a leggyorsabban? Hát, biztos, hogy a 2-es, mert a többin le sem folyik a víz egyébként, ameddig meg nem telik. Ugye olyan magasságban, hogy tovább tudjon folyni. Úgyhogy a 2-es, mindenképp a 2-es, mert nem kell fölfelé haladni, elég csak lefelé, ugye? Pontosan így is van. Mondjuk ez ami kreatív kis feladvány, ez egyébként egészen tetszik, hogyha nagyon pontosak akarnánk lenni, akkor itt hossztól kezdve mindent kéne számolni, a csővastagság az mondjuk ugyanaz, hát a másodikon rengeteg utat kell megtennie, az nem lesz jó, az elsőn és a harmadikon. Ja, ez az első lesz. Én azt mondom, hogy bár hosszabb utat kell megtennie, de nem kell olyan magasra felmennie, mint a harmadikon. Úgyhogy szerintem az első lesz itt a leggyorsabb, de ezt tényleg úgy lehetne csak profi megoldani, mondjuk ezt kommentbe kell majd kifejteni. Szóval ez a feladvány nincsen megoldva, ezt nekünk kell a kommentekben megbeszélni, tudjátok, mint a túlélő teszteknél. Lehetne az egyes szerintem bőven, de hogyha csőhozt így kb. Megbecsüljük, a kettest kizárom, szerintem az egyes az, de kommentekben ugye fejtsétek ki, hogy szerintetek melyik lesz az, meglátjuk. Úgyis kacok, ezzel a mai videónak a végére is értünk. Mindenképp csapjatok egy lájkot, akkor, hogyha élveztétek, ez egy kicsit másabb volt, kicsit újabb volt. Pont ilyen szemvizsgálós feladványt még azt hiszem, hogy soha nem is csináltunk. Ugye régen már csináltam egy különbségkeresős videót, az is nagyon-nagyon jó volt, azt is nagyon élveztem, meg egyébként ti is nagyon sokan szerettétek, úgyhogy lehet, hogy még egy olyat el fogok majd hozni, hogyha úgy látom, hogy ez is érdekel titeket. Én egy csapjátok meg a lájkot, mert ez egy tökéletes visszajelzés nekem arra, hogy milyen videót szeretnétek még többet látni tőlem, és hogyha úgy van, akkor hozni fogok ebből is majd egy folytatást, és majd nem kell akkor elmenetek a szemészetre meg sehova, itt kiderítjük majd szépen, hogy kinek jó a szeme, és kinek érdemes vagy szemüveget feliratni, vagy kicsikét jobban koncentrálni. Úgyhogy akkor írjátok meg nekem kommentben, nektek mennyi sikerült, ki az, aki engem legyőzött, vagy esetleg, hogyha valaki megszámolta, akkor azt is megírhatnátok, hogy én hányat rontottam el, mert azt hiszem, hogy 6-ot vagy 7-et, de lehet, hogy tévedek, úgyhogy írjátok meg ezt is majd léci. És ezzel a lendülettel már meg is köszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül nem sokára jövök is egy újabban, lehet rögtön holnap este, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!